Ebből a Hyundai gépjárműből került elő az a futómű beállító műszer, amelyet Képe Tibor, a Hyundai 60 márka kereskedés üzletvezetője ajánlott fel a Disney-nek. Az átadásra szerda délelőtt került sor az intézmény kerekharaszti tanműhelyében. A DC és a Premium Autóház Kft. Között sok éves jó kapcsolat húzódik, az iskola valamennyi duális partnerével kiváló kapcsolatot ápol. Vince Dániel, a DC igazgatója elmondta, a futómű beállító rendszert elsősorban a gépjármű mechatronikai technikusok fogják használni. A DC-nek az egyik fő küldetés tudata, hogy a helyben felmerülő munkaerőpiaci igényeket mi ki tudjuk elégíteni. Technikumban és szakképző iskolában is képzünk tanulókat. Elsősorban ezt az adományt, amit Képe Tibor úr adományos számunkra, intézményünk számára, a gépjármű mechatronikai technikus képzésben, illetve kifutó képzésben pedig az autószerelők számára tudjuk hasznosítani. Az átadás után a futómű beállító műszer használatát Képe Tibor saját maga mutatta be a jelenlévő diákoknak. Pont középre beállítjuk, hogy ugye az összetartásnál akkor rendben legyen, és úgy kell beállítani a kormány közepet, hogy ugye... Elmagyaráztam, a futómű beállítás során úgy állítják be a kerekek szögeit, hogy merőlegesek legyenek a talajra, és párhuzamosak legyenek egymással. A négy kerék megfelelő futómű beállítása csökkenti a gumiabroncsok kopását, növeli azok élettartamát, teljesítményét, és javítja az üzemanyag takarékosságot. A szakember kifejtette azt is, ez a berendezés hosszú évtizedekig tett jó szolgálatot a márka szervizében, rengeteg futóművet állítottak be vele kiváló módon. A műszer felajánlásával az volt a célja, hogy a DC-ben tanuló diákok fejlődését elősegítse, hogy azok később még jobb szakemberekként kerüljenek ki az intézmény falai közül. Mi már régóta részt veszünk a szakmunkásképzésben. Hát az elmúlt 30 évben azért azt mondom, hogy közel 100 tanulónak a gyakorlati képzőhelye voltunk. Mi szeretnénk azt, hogy minél felkészültebb szakemberek kerüljenek ki az iskolából, és az általunk régebben használt futómű beállító műszert szerettem volna jó célokra felajánlani, hogy így is minél magasabb színvonalú képzésben részesülhessenek az autószerelő tanulók. Az átadást követően a DC-s diákok maguk is kipróbálhatták az újonnan érkező szerkezetet, az oktatók pedig beillesztik a műszer használatát a gyakorlati képzésekbe.